Egy rövid szakasz az év kerékpár útjából. Az Aktív Magyarországért program közösségi oldalán tavasszal hirdették meg a versenyt, amelyet a legtöbb like begyűjtésével a Beregi kör nyert meg. Ez ugyanakkor csak egy szelete a Felső-Tisza különleges kerékpárút hálózatának, amelyet ez a térkép mutat meg a leglátványosabban. A Bereg aktív turisztikai lehetőségeiről Vásáros Namény Gergely Ugornyán tartottak tanácskozást. Körülbelül 300 kilométernyi kerékpározható töltőskoronánk van. Azért nem mondom, hogy ez kerékpárút, mert azért nem kerékpárútként funkcionál, de mindenki aként használja, és ezáltal lehetővé vált valamennyi, illetve nagyon sok beregi szatmári településnek a megtekintése, az ott lévő látványosságok fölkeresése, és jó magam pedig annak örülök, hogy a Beregi kör lett a év kerékpár útja, és személyesen is bejártam ezt a múlt hétvégén egy 70-80 fős társasággal, mindenkit invitálunk, tehát ide nyilván van még teendő. Nagyon fontos, hogy amikor az ember odaérkezik, hogy bejár egy ilyen utat, akkor látja annak a hiányosságait is, de egy a lényeg, az infrastruktúrában még erősödnünk kell. A Tisza adta lehetőségeket, a Bereg gazdag növényvilágát, pihenőhelyeit, kulturális örökségeit meg kell tudni mutatni. Erről Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke beszélt. Mint mondta, erre a megfelelő forrás már adott, a részletes tervek pedig hamarosan elkészülnek. Van erre a Top Plus program keretében 5,5 milliárd forint, hogy ezeket a turisztikai lehetőségeket kihasználjuk, bemutassuk a nagy közönségnek, a megyének, az országnak, talán a világnak is, amilyen turisztikai lehetőségek vannak itt. Nagyon jó a megfogalmazása is ennek a programnak, aktív turizmus. Az aktív turizmust össze lehet kapcsolni a természetjárással, a műemlékek felfedezésével, az épített örökségnek a felfedezésével, sőt kulturális szellemi örökségeink, gondoljuk íróinkra, költőinkre, ezeknek a felfedezésével is. A Beregi kör érinti többek között Gergely Ugornyát, Tákost, Csarodát, Tivadart és Tarpát, tehát a középkori templomok útját is. Egy korábbi turisztikai pályázatnak köszönhetően a műemlék épületek jelentős része is megújulhatott. Szinte minden középkori templomot sikerült felújítani, majd a töltéskoronán természetesen árvízvédelmi szempontból a vízügy kezdeményezésére folyamatosan épülnek az aszfaltozások. Most legutóbb is a vízügy nyert egy pályázatot, és a Tisza másik oldalán egészen Badalóig a védműnél, a vízáteresztőnél, pontosabban a Tivadari vízáteresztő után Badalóig le lesz aszfaltozva. Tehát egyre több kilométerre van lehetőségük az ide kirándulóknak kerékpározni. A Vásáros-Naményi konferencián részt vett Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár. A politikus hangsúlyozta, a Bereg az ország egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége turisztikai szempontból. Nekünk az a feladatunk, hogy az emberek fejébe, magyar emberek fejébe felrakjuk a Bereget a térképre, mint ilyen aktív turisztikai lehetőségeknek a paradicsomát, és ebből szerintem a térség is nagyon sokat fog tudni profitálni. Az, hogy a Beregi kerékpárút lett az év kerékpárútja, az egy nagyon fontos lépés ebben, hiszen itt az embereknek azért csak felkelti az érdeklődését, hogy mi is lehet itt. És ugye ez a térség, ez abból a szempontból fantasztikus, hogy 300 kilométernyi kerékpározható útvonal van kiépítve, és a református egyháznak az elhagyott épületeit felhasználva nagyon sok ilyen kiszolgáló, pont kiszolgáló létesítmény is létrejött, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy a Balaton Fertőtó vidéke után az egyik legjobb kerékpáros turisztikai lehetőségekkel ez a térség rendelkezik most Magyarországon. Az év kerékpárútja versenyt 5. alkalommal hirdette meg az Aktív Magyarországért program. 2020-ban a Tatabánya és Tata közötti útszakasz lett a nyertes, 2021-ben a Poroszló és Tiszafület közötti kerékpáros hidakon vezető vonal volt a közönség kedvence, 2022-ben a Deszeda-Tavat megkerülő kerékpárút kapta a legtöbb szavazatot, tavaly pedig a Békéscsaba körül futó Wenckheim kerékpárút kapta meg a címet.